Kedd délelőtt a Gyulai Várfürdőben megtartott sajtótájékoztatón jelentette be Kun Miklós ügyvezető igazgató, hogy a tavasszal felajánlott 2000 belépő után újabb 1000 jegyet adnak a véradóknak. Az ezt tartalmazó csomagot Görgény Jernő polgármestertől Tövis Háti Zsolt, a Magyar Vöröskereszt Gyulai szervezetének vezetője vette át, aki elmondta, mindez nagy segítséget jelent számukra, hiszen egyre erősebb versenyben kell helytállniuk. Meg kell mondjam, hogy nem egyszerű. Ugye vannak más jellegű vérvételi formák, itt gondolok itt a plazmaadásra, amik igencsak elvonják a véradóinkat. Nyilván van egy olyan réteg, aki rendszeresen meggyőződésből vért ad, azokra továbbra is számíthatunk. Kun Miklós már-már stratégiai szintű együttműködésnek nevezte a két szervezet közös munkáját. A fürdő az elmúlt 6 évben rendszeresen segíti a Vöröskeresztet, idén tavasszal 2000, most pedig újabb 1000 jegyet ajánlottak fel. A Várfürdőnek ebből effektív bevétele nyilván nincsen, ez valamiféle PR tevékenység. Az a lényeg, hogy a társadalmi felelősségvállás keretében próbálunk egy kicsit a saját kereteinken túlmutatva szociális, illetve társadalmi jelentős feladatokat ellátni. A Várfürdő egyébként küldetésénél fogva is az egészség bástyája, ugye ez volt a régi szlogenünk, és ilyen értelemben még a véradással harmonizális a mi küldetésünk. Görgény Jernő polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyulai önkormányzat, a polgármesteri hivatal, illetve a város fenntartásában működő intézmények rendszeres támogatói a véradásoknak. A két legnagyobb cég, a Várfürdő és a Gyulahús időről időre felajánlja termékeit, illetve szolgáltatásait, de hoztak egy olyan intézkedést is, mely minden önkormányzati szervezetre vonatkozik, és a véradók tevékenységét honorálja. Ez abban áll, hogy a jubileumi véradók számára pénzjutalmat biztosítunk, annyiszor 2000 forint a hányszoros véradó, illetőleg teljes szabadnapot biztosítunk a véradások idejére, a munkatörvénykönyvvel nem teszi kötelezővé, hogy egy egész munkanap szabadságot biztosítsunk, de mi ezt önként bevezettük. Ez egyébként a polgármesteri hivatalon kívül valamennyi intézményünknél és gazdasági társaságunknál érvényes, ami azt jelenti, hogy kb. 1500 emberre vonatkozik. Görgény Jernő elmondta, írtak levelet a magánszféra legjelentősebb gyulai vállalkozásainak, melyben erre a jó gyakorlatra hívták fel a figyelmet. A Hungesz Gyula már bevezette a jubileumi pénzjutalomra és a szabadnapra vonatkozó kedvezményeket.